1989 óta fogadja ez a látvány a Csitári GM úszodába érkezőket. Az elmúlt 35 évben a kisebb karbantartásokat leszámítva azonban komolyabb fejlesztés nem történt az épületben. A létesítmény komplex felújítása már évek óta porondon van. Most arra született egy terv, melyet a Városgondnokság és a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. Szakemberei állítottak össze arról, milyen munkákat kellene elvégezni az épületben. Statikus vizsgált a szerkezeti csomópontokat, hogy meg kell erősíteni. Az épület sem statikailag, sem energetikailag nem felel meg a mai kor elvárásainak. Fenntartása éves szinten mintegy 850 millió forintjába kerül a városnak. Leginkább energetikailag elavult ez az épület, tehát a hőtechnikailag gyakorlatilag az utcát fűtjük, tehát ennek az épületnek a teljes tetőszerkezetét és az oldalfalait is ki kell cserélni, illetve a teljes fűtési, szellőztetési rendszerét meg kell újítani. Komplex felújításról szólnak tehát a tervek, melynek keretében korszerűsítenék a medenceteret, a tetőszerkezetet, melyet napelemekkel és napkollektorokkal szerelnének fel, de megújulna a burkolat és a gépészeti, valamint a fűtési rendszer is a létesítményben. Egy teljesen új wellness részleg kapna helyet az épületben, ami a mostani szauna park háromszorosa lenne. Háromfajta szaunával, merülő medencével és egy gőzkabinnal. Ugyanakkor meghagynák a lehetőséget, hogy később egy újabb medencével bővítsék a létesítményt. A fejlesztés ugyanakkor jelenleg terv szinten van. Most két feladat sikon megyünk tovább. Egyrészt tovább kell dolgozni, hogy a közbeszerzésre alkalmassá tehető legyen a terv, másrészt pedig meg kell találni a finanszírozást. Azért itt egy 3,5-4 milliárd forintos fejlesztésről beszélünk. Ennek biztos lesz egy jelentős önerőigénye, ezt az önkormányzat a költségvetésével fogja tudni biztosítani, de jó lenne a másik részét, 60-70%-át valamilyen pályázati forrásból megnyerni. Állam, Európai Unió vagy valami sportági társasági adókedvezmény rendszerén belül. A felújítási munkák becsült ideje egy év. Ez alatt az idő alatt ugyanakkor üzemeltetnék az úszoda sátras medencéjét, ahol az itt edző egyesületek folytathatnák tevékenységüket. Hogy mikor lépett kezdeti fázisába a munka, vagyis mikor kezdődhet a felújítás, arról később ad majd tájékoztatást az önkormányzat. A tervek bemutatásánál elhangzott, a legoptimistább beslések szerint a 2025-ös nyári szezont követően kezdenék el a 12 hónapra becsült korszerűsítést.